Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt! A mai videónak a témája az a rejtett szemhéjnek a sminkelése lesz. Akiknek rejtett szemhéje van, jól tudják, hogy a szemsmink néha bujócskát akar játszani velünk, kicsit vagy teljesen nem is látszik. Kutatások szerint az embereknek a többségének, főleg Európán belül rejtett szemhéje van, rálóg a mozgó szemhéjra a bőr, és ezennel nem látszik a szemhéjnek a többsége. Ami nem probléma, mert egy pár technikával kiemelhetjük a tekintetet, gyönyörű sminknek a segítségével. Úgyhogy, ha szeretnétek megtudni, hogy hogyan tudunk optikailag nagyobbítani a tekinteteden, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és vágjunk is bele! Először szeretném nektek kiemelni, hogy mi is az a rejtett szemhéj, és hogy milyen megközelítéssel tudjuk a legjobbat kihozni belőle. Mi is az a rejtett szemhéj? A rejtett szemhéj gyakorlatilag az, amikor rálóg a mozgó szemhéjra, ami itt lenne, a bőr, és ezennel, amikor nyitva van a szem, akkor nem látszik a szemhéjadból semmi. A rejtett szemhéj az lehet az öregedésnek az egyik jele, lehet genetikai okokból, vagy pedig csak ezt dobta a gép, és ezzel az arcberendezéssel születtél. Egyik se probléma. Ki lehet emelni ezt a szemformát is a megfelelő lépésekkel. Ha ráközelítünk egy rejtett szemhéjra, észre tudjuk venni, hogy a szemnek a természetes iránya lefele mutat. Ebben az irányban is, és ebben az irányban is. Tehát megoldásképpen felfele és kifele satírozzuk a színeket, hogy kiegyensúlyozzuk a szemnek a természetes lógását. Megmutatom, hogy ezt hogy kell csinálni. Az első tanácsom, ami vitathatlanul a legkritikusabb lépés, egy szemhéj alap, ami tartósabbá teszi a szemsminket, és csökkenti a szemhéjfestékeknek az összegyűrődését. Nagyon sokféle szemhéj alap létezik a sminkpiacon, színes, átlátszó, bőrszínű, kinyomhatós, olcsó, drága. Viszont én azt ajánlom, hogy használjatok vagy egy alapozót, ami már egyébként is van otthon, vagy pedig egy korrektort, ami szintén valószínűséggel van már nektek. Lehet, hogy a korrektor lenne a legcélszerűbb a szemhéj alap használni. Én nagyon szeretem a Maybelline Fit Me korrektort, a Revolution Conceal and Define korrektort, és a Catrice is fantasztikus. Első lépésként tegyük fel az egész szemhéjunkra egy korrektort, és majd dolgozzuk el egy korrektor ecsettel, ez is DM-ből származik, és nagyon szeretem erre a lépésre, mert egyenletesen eloszlatja a korrektort a szemhéjadon, úgyhogy egy szép alapot ad a következő sminkszínekhez. A második lépés, hogy tartósabbá varázsoljuk a sminket, az, hogy le kell biztosítanunk a szemhéj alapot egy púderrel. Ez azért van, hogy ne üljenek meg a ráncok a szemfestékben. Mivel a rejtett szemhéj mindig fedve van, ezért nagyobb az esélye, hogy a szemfesték elkezd csíkosodni, de hogyha valamilyen porral először lebiztosítjuk a szemhéj alapot, akkor ez meggátolja ezt a problémát. Tudjátok, hogy én nagy hívője vagyok a púderpuffancsoknak, és nagyon szeretem a kozmetikai szivacsokat is. Szóval, egy szivacssal, vagy púderpuffancsal, vagy hogy hívják, tegyünk fel vékony rétegű púdert az egész szemhéjra. Ezt a púdert nem csak a mozgó szemhéjunkra kell tenni, hanem az egész szem területre, ahova tettük ezt a szemhéj alapot, vagyis a korrektort, úgyhogy utána bármilyen szint vagy szemhéjpúdert, amit rá fogunk rakni a szemünkre, az ott fog maradni és nem fog lejönni. Ezután a harmadik lépés. Fogjatok egy szemhéjpalettát, és választatok ki egy világos, matt
szint, amit a belső szemszögbe applikálhatunk. Én ezt a palettát nagyon szeretem, szinte minden videóban ezt használom, mert nem túl drága, és ahhoz képest pedig nagyon erősek a színek és kitartóak. Szóval tegyük ezt a világos matt szint a belső szemszögbe. Ez a lépés azért van, hogy nyitottabbnak nézzen ki a tekintetünk, mert amikor belül vannak a világos színek, az automatikusan nagyobbítja a szemeket. Ezután elkezdjük a szemet füstösíteni. Na most ne essetek kétségbe, mert nagyon szerényen füstösítjük a szemeket, úgy, hogy fogunk egy bolyhos, pufi, puha satírozó ecsetet, majd ebből a palettából kiválasztunk egy közép-barna matt színt, és hogyha egyenesen nézünk egy tükörbe, és ahol a szempillád hozzáér a szemhéjadhoz, oda akarjuk tenni ezt a szint, vagy egy kicsit följebbre, bátran dolgozhatunk a szemöldök felé és kifelé, nem csak a mozgó szemhéjunkra, hanem ahol ami látszik is, amikor egyenesen nézünk. Ezzel is húzzuk felfele a szemeket és a tekintetet. Majd ezután használunk egy sötét barna szint. Használhatjuk ugyanezt az ecsetet is, ha akarjuk. Nekem sajnos ezek az ecsetek régiek, és nem tudom linkelni őket, úgyhogy megmutatom, hogy mit használnék a helyetekben. Ezt a sötét barna színt a szemnek a külső felére koncentráljuk. Minél sötétebb színeket használjunk, annál alacsonyabbra kell hozni, tehát annál közelebb kell hozni a szempillavonalhoz. Ez fogja azt az egyenletes füstös szemet kreálni, úgyhogy ezzel a sötét barna színnel csak a mozgó szemhéjunknak a külső felébe tesszük. A sötét barna kontrasztolni fogja a világosat, amit első lépésként tettünk le, és továbbá nagyobbítja a szemeket. Na most harmadik szín, amit használunk a szemen, az egy fekete. És ezt egy hegyesebb, precízebb ecsettel használjuk, és csak is a szinte a szempilla vonalomra rákoncentrálva. Én mindig szeretek egy feketét használni utolsó szemhéjpúder színnek, azért, mert amikor ezt nagyon közel nyomkodjuk a szempilla vonalhoz, akkor ez a technika nagyobbítja a szemeket, és ettől lesz ez a szép, egyenletes átmeneti szín, hogy feketéből megy ki világos barnára, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy utolsó lépésnek használunk egy pici feketét a szemünknek a külső felébe, közel a szempillasorunkhoz. Ha esetleg világosabb szemetek van és hajatok, akkor maradhattok csak a sötét barnánál, és nem kell a fekete, viszont én úgy gondolom, hogy egy icipici feketét a külső szemrészünkre nagyon sokat tud dobni. És azt szeretném, hogy jegyezzétek meg, a rejtett szemhéjnak a sminkelésének a titka az, a színeket kifelé és felfelé satírozzuk. Azt az illúziót teremtsük, hogy felfelé ívelődik a szem, nem pedig lefele. Na most egy kicsi barna színt is hozhattok az alsó szempillavonalra, ez csak azért van, hogy összekötődjön a felső színek az alsóval, és amikor egy kicsi barna színt teszünk a szemünknek a külső felébe, ezzel is továbbá nagyobbítjuk a szemeket, és ez a szín is felfelé húzza a szemet. Mivel összeér az alsó barna a felsővel, ezért ez csinálja azt a cicás szemet. Utolsó előtti lépésnek kétségtelenül nagyon sokat dob megjelenésünkön, hogyha a szempillánk és a szempilla vonalunk ki van dúsítva egy szemhéjtussal. A legegyszerűbb véleményem szerint ez a folyékony szemhéjtuss egy nagyon vékony kis precíz ecsettel, és ezt is úgy szoktam, hogy a szemzug belsején kezdem, és kicsi vonalakat kreálva, összekötve varázsolom meg ezt a szempillatús vonalt. Tehát nem kell egy mozdulattal csinálni ezt a vonalat, hanem pici vonalakat összekötünk, és azzal csináljuk ezt a szemhéjtust. Ha ambiciózusok vagytok, akkor a szemnek a végére is lehet egy cicás flikket csinálni, ha akartok. Egyébként a cica szem is húzza fölfelé a szemeket, és ez is oldja meg a problémánkat, hogy a lefele lógó szemet ezzel fölhúzzuk. Majd ezután a mesterművet megkoronázzuk egy szempillaspirállal. Rakhattok műszempillát is, ha akartok. Különleges alkalomra az még magával ragadóbb. Azt is meg tudom mutatni, hogy a legegyszerűbb véleményem szerint műszempillát feltenni a szemünkre, és hogy maradjon fent, mert volt egyszer nekem egy olyan, amikor kiszálltam az autóból, és
Szóval ez volt összesen 8 lépésben a mai smink. Ezeket a termékeket használtuk ma. Minden ecset és termék linkelve lesz a leírásban ez a videó alatt. A készségek fejlesztése csak is a gyakorlástól függ. Ha megvan az irány... Miről beszélek, nem tudom. Ha megvan az irány, akkor csak gyakorolni kell, és 7 perc alatt megtanuljátok, 5 percen belül is meg tudjátok csinálni. Én úgy gondolom. Ez volt a rejtett szemhéjnek a sminkelése. Ne gondoljátok azt, hogy bár csak ilyen alakú szemem lehetne, vagy olyan, vagy összehasonlítani mással. A hasonlítgatás az örömtől vaj. Ne csináld, te különleges vagy, ahogy vagy. Így vagytok szépek. Nekem is rejtett szemhéjem van 26 évesen. Elfogadtam. Úgyhogy hozzuk ki a legjobbat belőle, nem? Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ha lenne bármilyen smink ötletetek, vagy smink probléma, amire kerestek megoldást, akkor forduljatok felém bizalommal, és írjátok meg a kommentekben, nagyon szívesen elolvastam. Következőben találkozunk.